Halló, sziasztok, jó napot, de inkább a tegezést szeretném használni mindenkinek, akit érdekelne egy szerintem legalábbis különleges est, ahova szeretnélek invitálni benneteket, minden érdeklődőt, olvasóimat, vagy akik még nem olvastak tőlem könyveket. Írói esteket indítok egy néhány városban az ősszel, lesz majd a honlapomon megtalálhatjátok, hogy pontosan hol és mikor. Ehhez szeretnék egy kis kedvcsinálót, hogy mégis mi ez az este. Ezek nem a megszokott előadások, azt tudjátok, hogy most egy jó darabig legalábbis nem fogok tartani, hanem a 9. könyvem, az Álmaim valósága, az, ami egyfajta ilyen retrospektív, vagyis egy ilyen múltra visszatekintő emlékezés, egy naplószerű, egy önvallomás, ki milyen szinten tudja kibontani azt, amiben én leírom, hogy mik történtek velem, egyrészt 2007-ben, amikor először mentem Peruban, és aztán azt követően még ugye két alkalommal egyszer egy évig is éltem ott. Nekem ott változott meg az életem. Nem Peru est lesz, amiről mesélnék, az is, hogyha valakit érdekel, de nem elsősorban azt, erről nem csak ebben a könyvemben, ebben úgy színesebben, kalandregényesen, de a Peru innen és túl könyvemben pedig magáról a kutatásokról, hogy mi volt, mi Peru múltja, tehát nem erről mesélnék, hanem ami velem, emberrel, egy nővel történt, amitől én az lettem, aki, amitől én elkezdhettem a következő években őstörténeti előadásokat tartani, illetve egyáltalán megszületett 9 könyv. Itt váltam azzá, ami nem lettem volna, hogyha nem megyek el. Ebben a könyvben elképesztő kalandot írok le. Sok tekintetben meghaladja talán még az Aranyasszony trilógia fizikai kalandrészét is, legalábbis számomra. Halállal néztem szemben, itt én most többet így nem lőném le a poént, aki a könyvben szeretnél olvasni, hogy ki, miért, hogyan akarta elvenni az életemet. Nem is ezt tárgyalnám ki részletesen, hanem azt, hogy az ilyen szó szerint és nem szó szerint folytogató élethelyzetekben a sarokba szorítottság, az abszolút legmélyebben fekvő részünkben, ami nem kell, hogy fizikailag mondjuk egy barlang legyen, bár én ezt a részt fogom most felolvasni a könyvemből, hanem a belső barlangunkba, amikor bezuhanunk a legmélyebb részünkbe, akkor milyen kapuk nyílnak ki ebben a beszorított állapotban, hogy egy paradoxonnal, hogy pulzálunk ki teljességgel, milyen képességek ébreszthetők fel, és vajon jól értelmezzük-e az életünkben a nehézségeket. Tehát most akkor egy kis rövid részlet. Remélem kedvcsinálóként. Ez az a rész, amikor Nina Bambába lent vagyok a barlangba, akkor már hát nagyon multikulturális sokkon túl vagyok, azon, hogy több ezer méteren jéghideg szobában laktam, hideg vízzel utoljára Magyarországon fürödhettem és moshattam hajat, tehát akkor 40-valány éves nőként, ezt nem mondom, hogy ilyen felhőtlen nül vettem ezeket az akadályokat, és pláne fogalmam sem volt róla, hogy mindezek a fizikai kezdeti nehézségek csak a bevezetők, csak az ilyen előkészítő tréning gyakorlatok voltak számomra. Minden esetre már én úgy éreztem, hogy megpróbáltatások után jutottam le a barlangba, és ott hallottam egy döbbenetes történetet a polgármestertől, erről a barlangról, ott vagyunk lent, és akkor ezek a gondolataim születtek. Libabőrös voltam attól, amit ezek a férfiak meséltek. Nem szabad elfelejteni, eleve milyen lelkiállapotban érkeztem ide. Elvesztettem saját magam.
Ehhez képest már csak testileg kellett volna elvesztenem magam, hogy valahol egészen másod bukkanjak ismét önmagamra. Hát nem valami ilyesmi az, amire minden spirituális utazó vágyik. Nem ezért törekszünk. Mindig egy újabb és újabb világban egy újabb önvalónkra bukkanni? Lehet, hogy egy valóságos dimenziókapun vagy időkapun jöttem át, és már most sem ugyanaz vagyok, aki beléptem a föld alatti világba. Még meg sem leltem a régi új magam, de már is elveszítettem. Lehet, hogy ugyanígy észre se vesszük, amikor egyik dimenzióból átfordulunk a másikba. Azt hisszük, ez mindenki számára itt van, pedig nincs. Csak besétálunk valahová, amit más nem is lát. Lehet, hogy a nagy utazók, kalandorok, felfedezők, amikor eltűnnek, pusztán átsétálnak valahová, ami nekik evidens, és nem is tudják, hogy már nincsenek itt. Én itt vagyok még. Honnan tudhatjuk egyáltalán, hogy melyik pillanatban hol vagyunk? Miért vesszük olyan biztosra, hogy egy állandó térben élünk? Nos, ott lent, több száz méterrel a felszín alatt és a több ezer méteres andokkal felettünk, nem annyira bizarr, ha ilyen gondolatok kerítik hatalmába az ember lányát. Azt eleve tudjuk, egy átlagos barlangnak is más az erőtere, hisz a levegő sűrűsége más, nem a felszíni levegő van jelen akkor sem, ha friss légmozgás van. A kőzetek minősége, ami körülvesz bennünket, az a roppant mennyiségű kő bizony egy egészen más minőségű teret, elektromágneses információs mezőt kreál körénk. Tudjuk jól, már egy átlagos agyagházban sincs elég térerő a mobiltelefonokhoz sem. Nos, akkor mit gondolunk, milyen volt ott lent? Márpedig az agytevékenységet nagy mértékben befolyásolja az adott tér elektromágneses minősége. Akkor még nem tudtam, talán szerencsémre, mert frászt is kaptam volna ott helyben ilyen felismerésektől, hogy pont ezért voltak igen különleges föld alatti terek többek közt egyes piramisok alatt az úgynevezett beavatókamrák. Teljesen megváltoztatták az elektromosság és mágnesesség erejét, ami azonnal képes az agyunk elektromágneses működését megváltoztatni. Gyakorlatilag képesek vagyunk bizonyos dolgokat kitörölni a memóriánkból, hisz a gondolatok elektromos jelek, információk, és képesek vagyunk egészen más rezgésű, vagy frekvenciájú jelek, információk befogadására. Érted, mit jelent ez? Kitágul a tudat, avagy amit annak nevezünk, átíródik a tudásunk. Egy más könyvtárból kezdünk olvasni, amit ma már úgy nevezek, hogy holoháló. Az éter, az energiamező, amiben élünk, egy láthatatlan kozmikus internet. Pusztán tudatállapotunk szab annak határt, milyen minőségű jeleket vagyunk képesek befogni agyunk antennáival, amit többek közt tobozmirigyünk aktivitása befolyásol. És mivel a gondolatok egy okos műszerrel akár lefordíthatóak lennének, így teremtő erővel is bírnak. Nos, mindannak a tudásnak, ami engem ezt követően megváltoztatott, és amiket több könyvben megírtam, ebben a föld alatti erőtérben nyitottam kaput, legalábbis résnyire. Mindezek a folyamatok, észlelések, a mindennapi elmének felfoghatatlanok, így megfelelő kifejezéseink sincsenek arra a világra, dimenzióra, amiken éppen átlépünk. Mi a valóság vajon? Amit beszűkült, csupán a 3D-re kalibrált agyunkkal annak hiszünk, vagy amit módosult tudatállapotban megértünk, amire ráébredünk, amiben megvilágosodunk, ami képes fizikailag megváltoztatni, biológiailag meggyógyítani, átalakítani szó szerint az utolsó sejtig, csak éppen nem vagyunk képesek felfogni. Ebből az élményből és felismerésből született később az aranykapu és a perui papnő a központi spirituális dilemmával, ami rengeteg olvasomban felmerült. Vajon mindez valóságosan megtörtént Évával, vagy csak révülésben? Nos, akinek Isten valóságos, annak természetesen mindez valóságos. Nincs olyan, hogy csak gondolat, csak révülés, csak ima. Akinek nem csak a kézzelfogható anyagi világ valóságos,
annak a láthatatlan fizikai testen elmozduláson túli dolgok is ugyanúgy igazak. A válasz tehát erre is az, mint mindenre, attól függ kinek, milyen és mekkora a világa, kinek mennyire redukált és korlátolt a valósága. A nem ebből a világból, dimenzióból születő kérdésekre itt, vagyis a hétköznapi elméddel nem kapsz válaszokat. Mindezt persze akkor még nem tudtam, ó, mennyire tudatlan voltam, ám ez mégis előnyömre szolgált. Az agyam saját tudatlansága miatt nem volt képes semmit megcáfolni. Az elektromágneses áthuzalozás megtörtént, így szó szerint én már egyáltalán nem ugyanaz az Ági voltam, aki ide besétáltam. Amit bizonyosan tudtam, hogy engem most már semmi, de semmi nem tántoríthat el erről az útról. Kerül, amibe kerül, ha kell az életembe is, de érzem, tudom, nagy oka van annak, hogy én ide beléphettem. Oka és következménye. Hát vigyázz ugye, mit kívánsz, mert teljesül, és vigyázz, mit fogadsz meg, mert teljesítened kell. Várok mindenkit szeretettel az írói estjeimre, itt a Facebookon is láthatjátok, melyik városban, hol, illetve a honlapomon, a golenya_agnes.hu-n, az események menüben megtalálhatjátok. Remélem, minél többetekkel találkozunk. Addig is sziasztok, minden jót kívánok!